akart csinálni, hova ment a gépével? El akartam adni, mert egy belül jelentkezett rá. Azért most is ott szemben. Nem volt rajta rendszám? De nem jár rendszám, mert olyan nagy és akkora, hogy nem lehet vissza rendszámot tenni. Amikor látta, hogy a rendőrök meg akarják állítani, miért nem állt? Nem ért el a tudatom. Mikor fogtak fel, hogy mi történt? Tegnap este. Ma reggel. Miért nem szereti a rendőröket? Nem szereti a rendőröket? Imádom őket. Csak mert úgy tudjuk, hogy kiabált nekik valamit. Mit kiabált? Az majd félreértés vezet. Nem mondta, hogy megdöbölt a kádára? Vagy nem emlékszik rá? Az is lehet? Nem hiszem. Ilyet azért nem szabad mondani, én nem csuktam ezt mondani. Volt gondja a rendőrökkel mostanában? Soha. Soha sem. Szombathelyen úgy hallottuk, hogy volt egy hasonló jellegű... Itt a sörzetés. És ott is bement, ott bement egy házba? Nem mentem be át. Nem? Úgy tudjuk, hogy akkor is használta az erőgépét itt Szombathelyen. Igen. 5 éve volt körülbelül. Hogy tűnik, mintha az erőgép lenne a szerelme, most mégis el akarja adni, miért? Mert nincs rá megélhetés. Nincs rá munka, nincs lehetőség. Az elmúlt években tudott dolgozni vele? Meg voltak a cukorgyárak, és akkor ment a cukorréparakozás. Ugye már cukorgyár sincs, meg répa sincs. Tehát ilyen nagy gépre nincs szükség. És ön évtizedek óta ilyennel dolgozott, ugye? 25 éve. Ez a gép a sajátja? Sajátja. És más munkája nincsen? Idén jellegű munka, idejében is. Nyáron építkezésen esetleg segítkezni. Amikor ott maga előtt állt a kék lacsetti, akkor mire gondolt? Arra emlékszem, hogy nem tudok megállni. Nyomom a féket, és valami surrogószerű hangot hallok. Vagy való kilukadt a fékrendszer, mert levegőfékes. Tehát nyomom a féket, és nagy sűvítés, meg fúj a levegőt, és a gép megy. Hát ezt most műszaki szakértő megmondja ott a gép, hogy tényleg van-e rajta fék, vagy nincs. 22 tonnás, ezt most fék nélkül nem ugyan megállítom. Úgy tudjuk, hogy a rendőrség előtt meg is állt egy pár pillanatra. Ez teljesen kiesett, nem tudom, az kiesett. Lövéseket hallotta-e, hogy önlelődtek, mármint a járművére? Mi az, amire emlékszik akkor ebből a... Semmi. És most így utólag visszagondolva, amivel szembesítik, hogy mi történt tegnap, mit gondol erről az egész? Gyalázatos vagyok. Szégyen. Tehát megbánta akkor, amit? Maximálisan. Rendőröknek mit üzenne? Az, hogy bocsánatot kérek is, és elnézést kérek is. Próbálják meg is megbocsájtani. Tévedtem, de nagyon nagyon. Most jelenleg hogy áll az ügye, mire számít? Nem tudom. Nem tudom felmérni. Attól tartok, hogy itt van egy hatalmas gépiga is, ami még ezt mind megsúszta, borsozta. Hogyha nem lett volna ez a gépiga, akkor lehet, hogy ha van rajta fék, akkor elképzelhető, hogy gonálkodni is meg tudom állítani. Mikor vette észre, hogy nem működik a fék? Szerintem ott a rendőrség épület előtt. Mikor ott aztán nagyon meg kellett volna állni. Még az bennem van az a sustorgó hang, hogy mikor egy levegőfékes autón megnyomják a fékét, hogy szökik a levegő. És megy a gép. Ez bennem van. Az igaz, hogy ivott előtte? Természetesen, ezt nem is tagadtam. Nagyon sokat ittam. És mit ivott? Tömményet és sört. Máskor is szokott itt a Somogolának élni? Hát volt ezelőtt 5 évvel egy másik eset, amikor. Ha jól értem, akkor most öntudatlanul tulajdonképpen végigautózott a forgalmas belvároson. Legyen szívesek, Benjamin!
Elnézést kérem. Semmi gond. Köszönöm.